szeretnénk ott lenni a dobogon. Gratulálok az első gólodhoz az NB1-ben, majdnem győztes gól lett. Köszönöm szépen, igazából én a csapatnak köszönöm, mert nélkülük nem sikerült volna. Igazából sajnálom, hogy így alakult a vége, fel a fejjel, menni kell tovább. Megmondom őszintén, csak annyit láttam, hogy bevágódik a kapuba a labda. Azt gondolom, hogy a nagyon tehetséges játékosról van szó, úgyhogy még nagyon sok jó mérkőzés előtte, meg nagyon szép gólok. Olyan X-es meccs volt szerintem, nem abból a szempontból, hogy nekünk nem volt helyzetünk, nekik sem volt helyzetünk, tologattuk a labdát, rossz felfogásban játszottunk, de szerencsére sikerült X-elni. Én úgy érzem, hogy ez egy győzelemmel felérő X. Nehéz meccs volt, és nagyon jó, hogy az utolsó pillanatban tudtunk egyenlíteni. Ugye sokkal jobb az egy pont, mint a nulla pont, úgyhogy boldogok vagyunk. Mint múlt most ez az utolsó pillanatban kapott gól? Szerintem koncentráció zavar jött létre, igazából így visszanézve, most néztük vissza, hát elkerülhető lett volna. Ilyen gólt nem kaphatunk az utolsó pillanatba, főleg úgy, hogy 90 percig szenvedünk a győzelemért, ami meg is lehetett volna, egy pár másodperc nem figyelünk, és akkor ott van a végén a hiba. Én szerintem látszott a csapaton, hogy egy kicsit tompa volt ma, ugye szombaton játszottunk, akkor van, 3 nappal meccs után, tompák voltunk, ez lehetett látni, most a szombati meccsük ugye egy nappal nekünk több pihenünk van, mint a Diósgyőrnek lesz, én remélem, hogy ki tud frissülni a csapat. Én remélem, hogy nem csak a közelőben, hanem a dobogon tudunk maradni, vagy a dobogóra fel tudunk lépni. Ez kell az, hogy hétvégén a Diósgyőrt megverjük otthon. Én nagyon feszült mérkőzésre számítok.